Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Ma több témával is foglalkozunk. Egyebek mellett ellátogattunk az Országos Közgazdász Vándorgyűlésre, amelyet a Nyíregyházi Egyetemen rendeztek meg. Áttekintjük a vármegyei turizmus nyári eredményeit. Beszámolunk róla, milyen a kukorica, a napraforgó és a cirok termesztése megyénkben, és a Bodrogon végzett vízminőségvizsgálat eredményeit is ismertetjük Önökkel. Tartsanak velünk! Országos rendezvényt szerveztek a Nébih gyulatanyai fajta kísérleti állomásán, amelynek fő témája a kukorica, a napraforgó és a cirok termesztése volt. Az esemény házigazdája, Augusztinyi András szerint fontos lenne, hogy minél többen vegyenek részt ezeken a találkozókon. Országos rendezvényt szerveztek a Nébih gyulatanyai fajta kísérleti állomásán, amelynek fő témája a kukorica, a napraforgó és a cirok termesztése volt. Az esemény házigazdája Augusztinyi András szerint fontos lenne, hogy minél többen vegyenek részt ezeken a találkozókon. Ezeknek a dolgoknak az a célja, hogy a gazdáknak minél közelebb jussanak, minél több fajtát ismérjenek meg, és az az igazság, hogy most azért ebben az évben érzem a gyulatanyai bemutatókon, hogy azért egyre kevesebb gazda jön el sajnos, pedig ezért mindig azt mondták, hogy ők csak a szemüknek hisznek, és ezért egy évben 2500 látogató volt a különböző bemutatóknak. Most sajnos ez kevesebb. Hát a mai napon igaz, hogy két iskolából jött egy olyan 15-20 diák, azzal együtt 125 fő van, aki hogy aláírta a jelenlét évet. Ezért kicsit többre számítottam, de megmondom őszintén, hogy most a gazdáknak ez a jelenlegi állapotában ezt nagyon jónak értékelem, mert egyre kevesebben járnak sajnos bemutatókra, de nyilván az érthető, mivel elég rossz most a hangulat a gazdák körébe. Rácz Imre, az Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint az öntözés önmagában már nem képes lépést tartani az éghajlatváltozás okozta kihívásokkal. Ilyet még az én hozzám hasonló korú emberek se éltek meg, hogy napraforgót ilyen 3,5 meg 3,8 nedvességtartalommal takarítsunk be, illetve kukoricát, vagy egy 13,5 meg 13,8-as kukoricát vágjanak, ez az én életemben még erre nem volt példa. Most ezzel szembesülünk, hogy ilyen betakarítási százalékok vannak a nedvesség vonatkozásában. Sajnos ez rányomja a bélyeget arra, hogy aprók a szemek, nem fejlődtek ki a csövek, és 45 mázsás kukoricákról is beszélünk hektáronként a megyébe. Még olyan területről is beszélhetünk, mint olyan 7,5-8 tonnáról, ami kétszer meg is volt öntözve, úgyhogy szinte elhangzott itt is az előadásokban, hogy a vízzel nem tudjuk pótolni azt a 38 fokos melegnek a káros hatásait. Vázsonyi László a rendezvény egyik előadója szerint sokan tanácstalanok a gazdák között, hogy mit termesszenek az adott területen, sőt ma már az is legalább olyan fontos kérdés, hogy milyen technológiával történjen a termesztés. Ha 2020 után nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy egy minden évben rekordok tucatjai dőlnek meg, a hőösszeg, a kevesebb csapadék, a hosszabb, szárazabb időszak, és azt lehet mondani, hogy a kukorica az egy nagyon érzékeny növény erre a klímaváltozásra. Vannak növények, amelyek jobban viselik, egy napraforgó, egy szója, és lehetne sorolni magát a hőösszeget, ha már nyári vetési növényekről beszélünk. A kukorica az nem ez. Ráadásul a kukoricának az öntözése, az, mint egy gyulatanyán is láthatjuk, hogy 6-szor, 7-szer, 8-szor megöntözött kukorica alig hoz pár tonnával többet, mint egy öntözetlen, miközben a töredéke vízzel öntözött napraforgó, azt jelenti, hogy mondjuk egy kukoricán 200-250 milli van már rajta öntözve, egy napraforgó meg 30-50 milli, az azt jelenti, hogy 2 tonnával vagy 3 tonnával jobban lereagálja ezt a vizet. Szóval én azt látom, hogy a klímaváltozás, azt mindenki érti, hogy ez jön, ez mindenféle nézettől függetlenül mindenkit el fog érni. Leginkább ezeket a július-augusztusban szemterítődés időszakában lévő növényeket, a kukorica az nagyon kritikus, nagyon érzékeny erre, ezért aki tud öntözni, annak érdemes egy másik növényt az öntöző alá tenni, hiszen ugyanannyi vízzel 2-3-5-ször nagyobb területet tudok megöntözni, illetve hiába öntözöm a kukoricát, akkor sem fog igazából többet hozni. Szóval
mindenki nézze meg, hogy mennyi víz van a talajban, mi volt az elmúlt évek csapadékviszonya, és a talajadottság és a vízmennyiség fogja meghatározni, de fel kell készülni az egész Kárpát-medencének arra, hogy lehet, hogy 10 év múlva itt annyi kukoricavetés terület lesz, mint most mondjuk mit tudom én repcéből ez a 150-200 ezer hektár, a mostani egyébként már lényegesen kevesebb 700-800 ezer hektár kukoricához képest. Úgyhogy kukorica az a legérzékenyebb növény erre a klímaváltozásra. Sok jó eredményt lehet látni, szóval azt mondom, hogy a nyírség az egy ugyan sokféle talajtípus találkozik itt, itt vannak azért öntéstalajok, homokos talajok, az ezt el lehet mondani, ezek savanyú talajok, úgyhogy maga a kukorica sem tolerálja ezt a túlzott savanyodást egyébként jól. Mindaz, ami egy a semlegestől egyébként kibillenti a talajt a savasság vagy a lúgosság irányába, azt lehet mondani, ez vizet fog el a növény elől. Nem lesz elég könnyen felvehető víz a növény alatt, úgyhogy maga az, hogy jobb talajt csinálunk a kukorica alá, az valamelyest csökkenti az asszályérzékenységét. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy csak tápanyaggal lehet fél tonna, egy tonnával többet termelni, de az édes kevés lesz annak, akinek mondjuk a két tonnás kukoricájából egy jobb talajadottság mellett csinálnánk 3 tonnát. Ez is veszteséges, az is veszteséges. Ha már költünk egy talajjavításra, a szilárd műtrágyából átmenni mondjuk egy folyékony vagy folyékony szerves irányába, akkor érdemesebb ezt egy olyan növényen megtenni, ahol ez mondjuk egy 2-2,5 tonna mondjuk egy napraforgóból csinál egy 3,5-4 tonnát, lényegesen jobban megtér, az már profitábilis, és nem hagyni, hogy egy napraforgó is mondjuk összecsukoljon a magyar agrárium alatt, és ezen a 1,5-2 tonnás termésszinten termelgessünk. Mégpedig azért nem, mert az idejében én nem tudom pontosan, mik lesznek például a napraforgó számai, de az is elképzelhető, hogy már Ukrajna megver bennünket tonna per hektárban, miközben nem csak az, hogy többet is termelnek, hanem lényegesen alacsonyabb költségen termelnek. Szóval lehet termelni kukoricát 8-9-10 tonnát, csak nem mindegy, milyen költséggel termelik, hogy az versenyképes lesz-e. Néha azt látom, hogy a termelő önállóan nehezen tud döntést hozni, kell beszélgetni azzal, mondjuk akár velünk, de gondolom van más sok ilyen cég is, hogy mit lehetne itt elérni, melyik területre érdemes még a kukoricát megtartani, melyikre inkább térjünk át egy napraforgóra, vagy ha van egy öntözött, akkor mondjuk jöjjön egy szója, ha teljesen rossz a terület, akkor inkább álljunk át egy cirokra. Sokféle ilyen növény van igazából, ami ez a nyári asszályban hogyan vizsgázott, és itt meg lehet nézni. Szóval önállóan a termelőnek egymaga döntést hozni rettentően nehéz lesz, én ezt látom. És sok, ez a terület is az, mint a Dunántúlnak bizonyos részei, vagy Borsod, vagy stb., ahol sok tapasztalatot lehet szerezni a tőlünk 50-100 kilométerrel délebre, délnyugatabbra lévő termelőktől, akár egy Nyírség, akár Békés, akár Csongrád, mert ők is itt ebben a helyzetben voltak mondjuk 5-6-7-8 éve. Meghozták-e azt a döntést, hogy kukoricáról letértek, hogy a napraforgóból, hogy a napraforgót úgy termelik, stb. Mit tettek az öntöző alá, és szerintem nem kell elkövetni azokat a hibákat, amit nagyon sokan elkövettek. Magunk példáján is majd rá fogunk jönni, hogy rosszul csináljuk, de már rosszul csinálták alapvetően tőlünk 100-200 kilométerre. Abból kell okulni, és abból levonni a következtetéseket, és nem milliókat, százmilliókat elveszteni, mert hát ha bejön, hát ha nem. A klímaváltozás az biztos, hogy felgyorsult. Szóval ezt nem lehet megállítani. Nincs 10-15 év kísérletezés, itt 1-2 éven belül meg kell találni, hogy mi a következő időszaknak a technológiája, hogyan leszek flexibilisebb ehhez az egész változó klímához, mert nem tudhatjuk igazából, hogy nem arra kell fölkészülni, hogy nem, hogy 2 hónapig nem esik az eső, lehet, hogy 3 hónapig sem. Szóval, hogy nem ezt a most időjárás adta lehetőséget kell standardnek tekinteni, hanem azt kell kivetíteni, hogy még kevesebb nyári csapadék lesz, ez a hőösszeg még melegebbé teszi a talajt, még nagyobb lesz a kipárolgás, és nem csak a fajta választás, vagy a fajtáról áttérés egy másik fajtára lesz, a talajművelés, hogy zárom, takarom a talajt, hűtöm, leszedem-e róla a szalmát, csinálok-e nyári tarlóhántást, de szóval maga az, hogy mit termelek, de hogyan termelem. És minden egyes gondolatnak a vízről kell szólnia. Akitnek 1 forintja van annak, az 1 forint szabad forintját öntözésbe kell beletenni, a talajművelésbe, stb. Szóval valakitől elvárni, legyen az a miniszter, vagy legyen az a kamara, vagy bárki más, vagy bármilyen szövetség, vagy egy termésnövelő, vagy akik fajtákat, vagy vetőmagosoktól azt várni, hogy majd ő meg
megoldja, az egy komplex probléma. Kell hozzá a termelő, neki nagyon kell ismerni az adott talajtípusát vagy talajtípusait, mit lehet rajta csinálni, az agrotechnológián kell változtatni, és ez egy társas játék. Szóval senki nem tud önállóan ezzel megbirkózni. Csak nem egy megyényi területen zajlik már bio vagy más néven ökológiai gazdálkodás Magyarországon, amelynek elsődleges felvevő piaca Németország, mondta el Gál Benedek, aki előadásában a biotermesztés előnyeit mutatta be a közönségnek. Ez bizonyos helyeken már rutinszerű, de aki abba be akar lépni, az ráadásul most támogatással meg is tudja tenni, mert a területalapú támogatásokhoz kapcsolódóan 5 éves ciklusonként, általában 5 éves ciklusonként kapcsolódik bio támogatás, ami azt jelenti, hogy aki bio támogatásra adja a fejét, annak a extra költségeit, hogyha ezt jól csinálja, akkor lesznek neki azért extra költségei, azt a területalapú támogatás mellett finanszírozzák neki egy 5 éves cikluson át. Úgyhogy annyira a biotermesztés az egyik, hát hogy mondjam, biztonságos kitörési lehetőség, mert per pillanat aránylag el lehet mondani, hogy az időjárás és a gazdasági körülmények között a termelés kevésbé kiszámítható. A biotermelés a maga nehézségei mellett is ad egyfajta kiszámíthatóságot, egy anyagi biztonságot, aki ezt bevállalja és komolyan csinálja. Hozzátette, a biogazdálkodásban tilos a műtrágya és a hagyományos gyomírtó használata is, és aki ilyen gazdálkodásra adja a fejét, annak a jó minőségű termék érdekében el kell viselnie azt is, hogy a termés átlag akár 25%-kal is kevesebb lehet a megszokottnál. A 2024-es PET-kupa nem csak azért volt különleges, mert két folyót is tisztítottak, hanem azért is, mert első alkalommal egy független laboratórium vízmintát vett a bodrogból. A vizsgálatok során egy köbméterben átlagosan több mint 200 darab mikroműanyagot találtak. Ezek akár 1000 évig is a folyóban maradhatnak. Ráadásul egy örök életű anyagot, a hormonháztartást megzavaró és rákkeltő hatású biszfenol A vegyületet is kimutatták. A vizsgálatokról és az eredményekről a laborvezetőit kérdeztük. Egy környezetanalitikával foglalkozó labor is indított csapatot a 2024-es PET-kupán. Ők nem csak a nagy, szemmel látható szemetet szedték, de a Bodrog-Olasz-Liszkai szakaszánál közel 1000 liter vízmintát is vettek. Egy szűrősort kell elképzelni, amin ott a helyszínen megszűrjük ezt a nagy mennyiségű vízmintát. Tehát nem 1000 liter vízmintát viszünk a laboratóriumban, hanem egy koncentrált helyszínen szűrt vízmintát viszünk a laborba. Általában ezeket a felszíni vizeket 50 mikrométeres alsó méret határig szűrjük. Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy az emberi hajnak az átlagos vastagsága az valahol ilyen 30 és 60 mikrométer. Tehát nagyjából mondhatjuk azt, hogy egy hajszál vastagságnyi pórusát mérőjű szitával szűrjük ezeket a mintákat, és utána a laboratóriumban az a lényeg, hogy minél inkább koncentráljuk a műanyag részecskéket, és minél inkább megszabaduljunk a nem műanyag részecskéktől, és az így előkészített mintát azt különböző technikákkal vizsgáljuk, amik megbízhatóan azonosítják az adott részecskének a típusát, hogy az műanyag-e vagy sem, hogyha műanyag, akkor pedig milyen műanyag. Több műanyag kimutatható volt a bodrogi mintából, ezen egyébként nem kell egyből megdöbbenni, hiszen azt tapasztaljuk az elmúlt években, mi már 6-7 éve foglalkozunk ezzel a témával, a nemzetközi szakirodalom 10-10 pár éve foglalkozik ezzel, egyre fölfutóbb ágon van, egyre több adat áll a rendelkezésünkre. Azt tapasztaljuk gyakorlatilag, hogy bárhova nyúlnak a szakemberek, mindenhol kimutatnak mikroműanyagokat, tehát önmagában az, hogy mikroműanyagokat találunk, az sajnálatos, de nem meglepő, így szakemberként, viszont az az érték, amit most a bodrogban találtunk, ez több mint 200 részecske volt egy köbméter vízben, az némiképp magasabb, mint amit eddig hazai felszíni vizekből kimutattunk. Azt nagyon fontos leszögezni, hogy ez egy egyszeri alkalom volt, tehát ez egy egyszeri mérés volt, ezért nagyon hosszú távú következtetéseket ebből nem lehet levonni, trendeket nem lehet ebből levonni, de mindenképpen figyelmet felhívó tény az, hogy mikroműanyagok voltak kimutathatóak.
A mikroműanyag kutatás még gyerekcipőben jár, nincsenek pontos adatok arról, milyen hatással van az ökoszisztémára vagy az emberi szervezetre. De abban már egyetértenek a kutatók, hogy bár a nagy része távozik az emberi testből, a bennmaradó mintegy 10% felszívódhat, gyulladásokat okozhat és károsíthatja az immun és az idegrendszert. Aggodalomra adhat okot, hogy a most mért 214,8 darab részecskével ellentétben korábban csak 100 alatti értéket mértek a hazai vizekben. A Dunán például 2021-ben végeztek vizsgálatokat, akkor a folyó budapesti szakaszán gyűjtöttek mintákat. Ott egy köbméter vízben átlagosan 45,4 mikroműanyag részecske volt jelen. A Bodrogon talált mennyiségnek majdnem az ötöde. Szennyvíztisztítók elfolyójában előfordulhat ilyen koncentráció, illetve nemzetközi szinten egyébként gyakorlatilag a pár tíztől a pár ezerig bármi előfordulhat. Ennek egyik oka egyébként, hogy a szabványosított vizsgálati módszerek azok jelenleg hiányoznak, illetve mostanság állnak kidolgozás alatt, ezért sajnos nem lehet az A laboratórium, A kutatóhely eredményeit összehasonlítani feltétlenül a B kutatóhely eredményeivel, de ezen dolgozik a tudományos, illetve szakmai közösség, hogy átlendüljünk ezen. De most nyáron nem csak mikroműanyagot találtak a vízben. Két irányba vizsgálódtunk. Az egyik vizsgálati irány az arról szólt, hogy a ma olyan sokat emlegetett perfluorozott vegyületeket kerestük a vízmintákban. Ugye ezek azok az anyagok, amiket nagyon széles körűen felületkezelésre használunk a hétköznapi életben is, ugye, tehát nem csak az ipar használja, de akár mi magunk is a ruhaimpregnálásnál, vagy az élelmiszercsomagoló anyagoknak az ellenállóbb átételekor, vagy akár kozmetikai szerekben találkozhatunk velük, tehát mindenütt jelen van a környezetünkben. A nagyobb volumenben egyébként tűzoltásra használták hosszú éveken át, most már kezdik kiváltani ezeket az anyagokat. Na, szóval ezeket a perfluorozott anyagokat kerestük, és ilyeneket nem találtunk a Bodrogban szerencsére. A vizsgálatnak a másik iránya az volt, hogy egy olyan anyagot szúrtunk ki a végtelen listájából a potenciális szennyező anyagoknak, amiket 2026 elejétől a magyar ivóvíz szabályozás is most már lajstromba vesz, és határértéket állapított meg rá, de felszíni vizekben már régóta figyeljük. Ezek a hormon elsősorban úgy ismert, hogy a hormonháztartást erősen megzavaró bisphenol A anyagról beszélünk, és itt sajnos találtunk a Bodrognak a vizében is egy bizonyos koncentrációban ilyen anyagot. Egészen pontosan 0,7 mikrogram per literes értékben. Ez ugyan jóval meghaladja az EU által meghatározott éves átlagértéket, de mint a szakértők mondják, ez egy egyszeri mérés volt. A felszíni vizeknél úgy állapítják meg a határértékeket, hogy ugye nagyon fontos az egy folyóvízben, hogy egy adott terhelés az adott ökoszisztémát, a vízi ökológiai rendszert, az folyamatosan éri, vagy csak néha-néha éri. Tehát nagyon nagy a különbség a határértékekben is ettől függően, és egy olyan középértéket találtunk, ami ha mindig ilyen lenne egész évben, akkor nagyon magasnak számítana, de hogyha csak pillanatszerűen fordul elő, akkor egy elfogadható átlagértéknek minősül. Ugye erről nincsen információnk, mert úgy, ahogy Gábor mondta, a mikroműanyagoknál itt is gyakorlatilag egy pillanatfelvétel készült csak, és nincsenek hosszú távú vagy többször megismételt adataink. Úgyhogy egy adatunk van, ebből következtetést nem nagyon lehet levonni. Ez egy figyelemfelkeltő adat. Fontos az, hogy benne legyen a köztudatban, hogy van ez a mikroműanyag terheltség a környezetben, és fontos odafigyelnünk arra, hogy megelőzzük ezt, hiszen a már kikerült mikroműanyagoknak a megtisztítása, tehát a környezeti elemeknek a mikroműanyagoktól való megtisztítása, az jelenleg műszakilag és gazdaságilag nem megoldható, nem elképzelhető. Mindenképpen a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, át kell gondolni, hogy valóban szükségünk van-e minden termékre, amit napi szinten használunk, fontos-e mindent egyszer használatos műanyagokkal megoldani,
vagy tudjuk-e esetleg ezt a fogyasztásunkat csökkenteni. A nyár első két hónapjában a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint mintegy 3 millió külföldi és hazai utazó, közel 8 millió vendégészakát töltött a fővároson kívül. Nem csak Budapest és a Balaton környéke volt népszerű, kedvelt úticél lett Debrecen és Nyíregyháza térsége is. A szakemberek szerint ez annak köszönhető, hogy az elmúlt években innovációban és éttermi kultúrában is sokat fejlődtek az itteni települések és vállalkozások. A további fejlesztések céljából a kormány most a vidéki kávézókat támogatja. Mintegy 1000 vidéki vendéglátóhely pályázhat október 9-éig, összesen közel 1 milliárd forint értékű visszanemtérítendő forrásra. Nem csak a vízparti élmények csábították útra a magyarokat idén nyáron, hanem a kulturális örökségek és a természet közelsége is. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a nyár első két hónapját már összesítette, eszerint júniusban és júliusban a magyarországi szálláshelyi forgalom több mint kétharmada vidékre összpontosult. Ennek 71%-a hazai, 29%-a pedig nemzetközi vendégekhez kötődött. Ehhez a nagyszámú magyar vendégsereghez visszaérkeztek a külföldi turisták. Ők egy része nem kimondottan a magyar turizmusért, a magyar ízekért érkezik, de természetesen másodlagos fogyasztóként beleszámolható a turisztikai palettába. Ők nagyobb cégeknél közép, illetve felső vezetők, de hála jó Istennek rengeteg szállodát, kisebb panziót, vendégfogadókt használnak, ezáltal nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a vendégészakasz számok, illetve a vendégszámok gyarapodjanak. A nyár első két hónapjában így a vidéki szálláshelyek összesen 142,8 milliárd forint árbevételt értek el, ami 12%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor. Időjárás az mellettünk volt, végig nagyon jó idő volt, voltak kimondottan meleg nyári napok. Én azt gondolom, hogy a turistáknak ez kedvezett a vendéglátóknak. A vendégszám, a vendégészakák száma szerintem kimagaslóan jó volt, a tavalyihoz képest kimondottan. Vendégszámban, vendégészaka számban biztosan növekedtünk, az eredményesség ez még mindig kérdőjel, de hát ezt majd valamikor a december elemzéseknél majd meg fogjuk tudni mondani. Én azt gondolom, hogy az eredményesség és a termelékenységi mutatók még mindig az európai átlag alatt vannak, ezen sokat kell majd dolgoznunk együtt közösen, mind munkaadók, mind munkavállalók együtt. Ha Nyíregyházának a fejlődését nézzük, vagy hogyha Szabolcs-Szatmár-Beleg megye fejlődését nézzük, akkor innovációban, mezőgazdaságban, éttermi kultúrában egy óriásit fejlődött a megye az elmúlt pár év alatt. A kollégák megpróbálnak a lokalitáshoz nyúlni, a lokális hálózatokat építeni, a rövidellátási láncokat. Ez egy olyan plusz hozzáadott értéket képvisel akár az éttermeknek a palettáján, amiért érdemes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe látogatni, és természetesen az a nagyon jó szabolcsi vendégszeretet, vagy nyírségi vendégszeretet, amely minket jellemez, ez mindentől megkülönböztet minket, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei embereket és vállalkozásokat. Megérkezett végre valami kis segítség a kormányzat irányából is. Mint egy 1000 vidéki kávézó és alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely pályázhat szeptember 9-től összesen közel 1 milliárd forint értékű visszanemtérítendő forrásra. Az üzletenként 1 millió forint értékű támogatást korszerű konyha technológiai és a mindennapi működéshez szükséges kisebb eszközök vagy készletek beszerzésére, energiahatékony és gazdaságos üzemelést támogató fejlesztésekre, illetve nagyobb beruházásokhoz használhatják fel. Az október 9-éig tartó pályázat negyedik eleme a 13 milliárd forintos keretösszegű vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelése című programnak. A korábbi szakaszokban az egész évben nyitva tartó vidéki éttermek, cukrezdák, zenés-táncos szórakozóhelyek és alkalmi vendéglátó üzletek hívhattak le támogatást, a továbbiakban pedig a büfék, az italüzletek és a bárok adhatják majd be igényeiket. Csillagtúrákra rendkívül jó a középnyírség, ugyanolyan távolságra vannak a nagyvárosok, Nyíregyháza, Vásáros, Namény, Kisvárda, Nyírbátor. Ezeknek a fejlődő, dinamikusan fejlődő kisebb, nagyobb városoknak, a megyeszékhelynek a dinamikája, de rengeteg látnivaló, a Nyíregyháza állatparknak az új szenzációja, az új attrakciói, hogyha
vallási örökséget nézem, akkor Mária Pucs is minden héten tud valamit adni, ezáltal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is tud adni, és nem csak a vallási turizmus részét, nem csak az erdőben járókat, a zöld turistákat, hanem az igazán aktív módon pihenőket is ki tudja szolgálni a megye, és érdemes Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét választani. Talán ezért is nőtt az egy szállás helyen eltöltött idő. A több hetesről sajnos nem tudunk beszélni, de az egy-kettő vendégészakáról elmozdultunk 2-3-4 vendégészakára, és már nem kimondottan hosszú hétvégéket keresték, ez a pénteken érkezek, vasárnap haza látogatok, hanem már megérkeztek a vendégek szerda, csütörtök, péntek, szombat, illetve vasárnapi távozással használták nagyban a vendéglátóegységeket, illetve a szállodákat. Azt lehet mondani, hogy a 4 csillag és a fölött nagyon-nagyon jól működnek, a 3 csillag egy picikét stagnál, alatta pedig talán egy picike visszaesés, ami látható, de mondom, vendégszámban, vendégészakaszámban nagyon-nagyon jót hozott a megye. Jelenleg úgy néz ki, ez a tendencia tovább nyúlik majd az őszi időszakra is. Foglalási táblákat, hogyha nézzük, akkor semmi változás nincsen a tavalyihoz képest, ugyanúgy nagy számban vannak előfoglalások, ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mennyire realizálódik majd ebből. Aztán majd meglátjuk a végelszámolásnál. Mindig a nap végén tudjuk elmondani, hogy mennyire volt jó az a befektetett munka, amelyet mi a turizmusban dolgozók, vagy a turizmus irányítási rendszerben dolgozó kollégák mellé tesznek, hogy Magyarországot, mint desztinációt válasszák Közép-Európába, és minél többen vannak a Balatonon vagy Budapesten, annál több vendég csoroghat le vidékre, és azáltal mi is nagyon jól járunk. De természetesen nem tudunk labdába rúgni, illetve versenyezni egy balatoni turista számmal, vagy éppen Budapesttel, amely azért most Közép-Európában is csúcsokat döntögetett. Rengeteg fesztivál, rengeteg sportrendezvény volt, amely Budapestet repíti a turizmusnak a palettáján előre, és remélhetőleg ezek a sportrendezvények majd a jövőben, illetve fesztiválok, ezek nem csak Budapest és a Balaton felé mutatnak, hanem az ország több szeglete iránt is érdeklődve fogják majd várni ezeket a rendezvényeket. A Nyíregyházi Egyetem adott otthont a 62. közgazdász vándorgyűlésnek. A kétnapos rendezvényen a gazdasági és a tudományos élet kiemelkedő képviselői vettek részt. Mások mellett Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsi György jegybankelnök. A világhírű Kantémusz kórus énekelt a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény adott otthont a 62. közgazdászvándorgyűlésnek, melyet a Magyar Közgazdasági Társaság a vendéglátó vármegyei szervezettel közösen rendezett meg. Ez a 62. közgazdászvándorgyűlés, ami egy nagy presztízsű rendezvény, mutatja azt is, hogy kik a meghívottak, illetve azt is, hogy milyen témákban történik itt egyeztetés. Milyen panelbeszélgetések lesznek, milyen szekcióülések, hogyan zajlik gyakorlatilag a tematizálása ezeknek. Nagyon komoly előadóink lesznek, 4 miniszter, 5 államtitkár, 2 helyettes államtitkár és természetesen a gazdasági és a tudományos élet különböző kiváló képviselői. 2 nagy panel előadásunk lesz, egy nyitó és egy záró panel. A nyitó panelen Matolcsi György, a jegybank elnöke fog beszélni, Horváth Gábor, a költségvetési tanács elnöke, és Navracsis Tibor miniszter úr. A záró panelünket Varga Mihály miniszter úr tiszteli meg, Bóka János miniszter úr és az állami számlaszék elnök helyettese. Tehát ezen kívül 16 szekcióülésünk lesz, változatos témakörökkel. Hát most tulajdonképpen annyi gazdasági sok ért minket, hogy úgy gondoljuk, hogy a versenyképesség az mindenféleképpen egy kiemelt téma kell, hogy legyen. De emellett lesz szó a bankok véleményéről, a makrogazdasági helyzetről, a monetáris politika mozgásteréről, munkaerőpiacról, demográfiáról, pénzügyi tudatosságról. Tehát tulajdonképpen egy nagyon széles spektrumot fog lefedni ez a vándorgyűlés. A város nevében Podlovics Roland alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, aki Nyíregyháza legfontosabb gazdaságfejlesztési intézkedéseit is bemutatta.
Mint ismeretes, a déli ipari park 130 hektáros területe korábban betelt. Mind területileg, mind közműkapacitás vonatkozásában. Most elmondhatjuk, hogy kormányzati támogatásnak köszönhetően további 640 hektár terület áll rendelkezésre, 192 milliárd forint összértékben zajlik infrastruktúrális fejlesztés a déli ipari parkban. Ennek a fejlesztésnek 152 milliárd forint értékben önkormányzatunk a kedvezményezése. Mi valósítjuk meg, hogyha arra közlekednek, láthatják, az első ütem kivitelezési munkálatai már folyamatban vannak. Mádi Zoltán, a Magyar Közgazdasági Társaság vármegyei szervezetének elnöke a helyi értékekről, a gazdasági versenyképesség növelésének lehetőségeiről is beszélt. Rengeteg magyar edző árasztotta el a világot. Nagyon sokan jöttek ide edzőtáborozni. És Németh Miklós gyárat alapított Magyarországot, Made in Hungary, itt gyártották ezt a gerejt. És ez a gerej szimbolizálja a versenyképességet, ami fő témája ennek a mostani tanácskozásnak. Mi mindig nagyon erősen próbálunk jelen lenni. Alapcélunk az, hogy megmutassuk a megye és a város értékeit. Ennek megfelelően Kantémusz kórussal nyitunk, Szabó Dénes Kossuth Díjas tanár úr vezetésével, és Hegedűs D. Géza, Ibrányi megyei színművész úr most már a nemzet színészeként fogja a kulturális részt. Nagyon figyelünk az étkezésre, és természetesen van, amikor a bol kultúrára helyezzük, most a pálinka kultúrára helyezzük a gasztronómiai lépéseinket is. Ami a részevők számát illetve 700 körüli vendégünk van, és ez az elnökség ez 5-5-ször rendezi, de a legelső vándorgyűlés 1935-ben már Nyíregyházán volt, az első nem budapesti, tehát erre is büszkék vagyunk. A nyitó plenáris ülésen Matolcsi György jegybankelnök a jelenlegi gazdasági ciklust az 1940-es és az 1970-es évek válságához hasonlította. Elmondta, a magyar gazdaságpolitika jelenleg rossz úton halad. Egyik következmény, hogy a vállalati áramárak terén egy negatív fordulat alakult ki, ami a vállalkozások versenyképességét jelentősen csorbítja. Nyilvánvaló, hogy hosszú lesz az infláció árnyéka, ha látják a piros oszlopokat, akkor azt kell mondanom, hogy több ezer milliárdot égetett el az infláció alapvetően a megtakarítóknál, tehát a középosztályban. Ez egy középosztály ellenes gazdaságpolitikai fordulat volt. Hölgyeim és uraim, a versenyképességben történt talán az egyik legnagyobb törés. Tavaly 7 helyet, idén 8 helyet zuhantunk a legfontosabb nemzetközi versenyképességi listán. Ez mind a hibás gazdaságpolitikai fordulat eredménye. A vándorgyűlések gyakorlata, hogy az előadásokból és a szekcióüléseken elhangzottakból egy összefoglaló anyagot állítanak össze, amelyet a gazdaságpolitika döntéshozóinak is eljuttatnak. A helyszíni és online előadások pedig a Magyar Közgazdasági Társaság honlapján is elérhetők. Mai 35 perc című műsorunk véget ért, köszönjük a figyelmet, legközelebb ezzel a műsorral szerdán találkozhatnak, viszontlátásra!